Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Spolszeret című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Kiütéses győzelmet arattak a Vasas Akadémia ellen a kékcápák. Két sorsolást is tartottak hétfőn az MLS vármegyei igazgatóságán. A hatodik helyen végzett az Extraligában a Fátum Nyíregyháza. 500-an álltak rajtkőre a Fényes Kupa úszóversenyen Máté Szalkán. Kisvárdai győzelem született a 7. Centrum Futszál országos döntőjében. Kiütéses győzelmet aratott a Vasas Akadémia ellen a Hübnyányi Legyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1-B piros csoport 5.-8. helyéért kiírt kuparendszerű párharc első felvonásán 92-64-re nyertek a fővárosiak ellen. A MAFC elleni harmadik mérkőzésen megsérült Busz Iván és Szobi Dániel nélkül lépett pályára Nyíregyháza a Cegléddel szemben két meccsen alulmaradó Vasas Akadémia ellen. Az első negyedet 16 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc pedig 2 ponttal a vendégeké lett. Fordulás után is maradt a két csapat között a 15 pont körüli különbség, a kékcápáknak minden Vasas kosára volt válaszuk. A mérkőzés hajrájában aztán sorra hullottak be a nyíregyházi dobások, így a végére alakult ki a legnagyobb különbség, a kuparendszerű párharc első felvonását 28 ponttal nyerte Merin Mekmedovic együttese. Nem volt sok idő, ha felkészülünk erre a meccsre, de az, amit készültünk régi Vasas meccsre, jó jött, mert a Vasas nem változott semmi taktikailag, fiatal csapat, agresszív csapat. Mi ezt az agresszivitást kihasználtunk magunkról, és végül is ők elfáradt a saját taktika alapján. Kaptam az, amit vártam, mert Maucvecs után megbeszéltünk, profik vagyunk, van még feladatunk, amit csinálni kell, sokkal jobb ötödik lenni, mint nyolcadik, vagy hatodik, és még az a játékosok, akik kevesebb játszottak, és most rólunk is kell gondolkodni, hogy kapja a lehetőség, és szépen befejezünk ezt a második rész, ahol nagyon jól játszottunk. Mindenki adta minden, amit tud, én remélem, hogy a sérült játékosok vissza fogják jönni. Következő vasárra megoldani kell ez az előnybe Vasas, és akkor utána ki lesz a következő, nem tudom még. Mielőtt erről a meccsről kérdeznének, először azt kérdezem, mennyire volt nehéz összekapni magatokat egy olyan párharc után, ahol a MAFC ellen gyakorlatilag az utolsó percig esély volt arra, hogy a négy közé jut a csapat? Szerintem mind fizikailag, mind lelkileg elég megnehezítette ez a dolgunkat, mert ja, nekem is két nap kellett kb., hogy otthon feküdtem és semmit nem csináltam, annyira el voltunk tényleg mind lelkileg, mind fizikailag fáradva. Úgy gondolom, hogy ott már második meccsen eldönthettük volna akár a sorsunkat, sajnos nem így sikerült, aztán a harmadik meccse meg szerintem az már benne volt, hogy el fogunk fáradni, kevesebb, kisebb a rotáció, mint az övék, és szerintem ez volt a kulcs, hogy a harmadik meccsen már végre elfáradtunk kicsit. Milyen reményekkel vártátok a Vasas elleni meccset? Ugye a Vasas két meccs után búcsúzott, több ideje volt pihenni. Náluk is volt egy hiányzó Medve Máté, nálatok viszont Busz Iván és Szobi Dániel hiányzott. Mivel lettetek volna elégedettek a meccs előtt? Nyilván mindig győzni akarunk, de nem könnyű így felkészülni, hogyha két irányítót hiányzik a keretből, illetve a csapatkapitányod. Nyilván regenerációm volt főleg a hangsúly, szerdán játszottunk, már vasárnap megint. Úgyhogy próbáltunk magunkra fókuszálni, igazából nem is annyira törődtünk úgymond a Vasassal, hogy nem azt néztük, hogy ők mit csinálnak, hanem magunkkal foglalkoztunk, hogy mi, akik maradtunk, rendben legyünk fizikailag, és össze tudjuk kapni magunkat, és komolyan venni ezt az 5-8. Helyig, mert nyilván sportemberek vagyunk, és nem adunk fel semmit. Motiváltnak tűnt a csapat, te is motiváltnak tűnt, és őt kifejezetten jól ment a játék, jól ment a dobás. Hogy érezted bent magad a pályán? Én is úgy éreztem abszolút, és büszke is voltam a fiúkra, hogy nem az volt, hogy jó, most már csak 5-8-ig játszunk, aztán nekik esünk, és lesz, ami lesz, hanem tényleg mindenki, aki pályára lépett, nagyon ment, harcolt, küzdött, mint védekezésben, mint támadásba, és ki is jött a jó eredmény. Ugye kuparendszerű ez a párharc, 28 ponttal nyertetek, elvileg egy 27 pontos vereség is belefér a Vasas ellen, de hát gondolom nem kikapni mentek majd Budapestre. Így igaz, tehát miért mondom, se egyik meccsre se úgy megyünk, hogy kikapjunk, és nem is lehet úgy menni, hogy na jó, hogyha csak 27-tel ki is kaphatunk. Tehát
oda kell tenni magunkat. Most ott van egy jó hosszú időnk, mert jövő hét vasárnap lesz a következő meccs, úgyhogy tudunk regenerálódni, hát ha az Ivánek is vissza tudnak addigra térni, aztán megyünk nekik újra. Két sorsolást is tartottak hétfőn az MLS vármegyei igazgatóságán. A Magyar Kupa országos főtáblájára jutásért két meccsek párosítását, valamint a vármegyei kupa elődöntőinek párosítását sorsolták ki. A vármegyei kupa következő fordulóját ugye már ketté bontottuk, hiszen az előző körben az kiderült, hogy a legjobb 8-ba jutott csapatok közül a 4 győztes már egészen biztosan képviseli a megyénket a következő évi MLS Magyar Kupa országos főtáblán, viszont ugye a 4 vesztes közül még 2 ugyancsak tudja magát kvalifikálni, hiszen az előző évekhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a következő esztendőben is 6 csapatot tud feladni az országos főtáblára, így tehát az előző körben 4 vesztes csapat azért játszik most, hogy még 2 fog tudni csatlakozni a már bejutott 4 csapathoz. Ugyanakkor az előző kupafordulóban győztes 4 együttes pedig azért játszik most, majd május 8-án az 5. fordulóban, hogy eldöntse, hogy még 2 egyesület fog bejutni a megyei Magyar Kupa döntőbe, amely már 8. éve kerül megrendezésre. Milyen szabályok szerint játsszák majd a meccseket? A sorsolásnál, mint ahogy láthatták, ha alacsonyabb osztályú csapatot sorsolunk össze egy magasabb osztályúval, akkor mindig az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben 2 azonos osztályú csapatot sorsolunk össze, akkor attól függ, hogy az elmúlt kupafordulóban hányszor játszottak hazai pályán. Ha ez is egyenlő, akkor pedig a sorsolásban elsőként kihúzott együttes lesz a pályaválasztó. Ugye szó esett arról, hogy 6 vármegyebeli csapat lesz ott az országos főtáblán, ez a létszám hol helyezkedik el országos viszonylatban? A legmagasabbnak mondható, rajtunk kívül még 3 megye tud 6 csapatot kvalifikálni az országos főtáblára, a többiek ennél kevesebbet, értelemszerűen az attól függ, hogy hány felnőtt megyei csapatuk van a megyei bajnokságokban. Amikor az akkor még megyei kupadöntőt kiírták először, kérdés volt, hogy lesz-e folytatás, vagy milyen fogadtatása lesz. Most már a 8-nál tartunk, mekkora presztízse van a csapatok körében ennek a döntőnek? Nyugodtan mondhatom, hogy igen nagy a presztízse. Az első években ugye még a Nyíregyházi Városi Stadionban tudtuk megrendezni ezt a kupadöntőt, az utóbbi években már a Kisvárdai Várkerti Stadionban, és mind a két helyszínen azért az amatőr játékosok jelentős része tétmérkőzés nem játszhatott élete során, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatosan, hogy ez egy óriási nagy dolog a pályafutásába, hogy a megye legszebb stadionjában tétmérkőzést tud játszani. Voltak olyan labdarúgók, akik azért NB3-ban is futballoztak, régebben mégis egy nagy élmény volt rá. Láthattuk, hogy a szurkolókat is megmozgatja, hiszen a legutóbbi 2 alkalommal is Kisvárdán azért egy 800-900 fős nézősereg összejött, úgyhogy igen nagy a presztízse. Helyszín időpont még nincs, de a tervek szerint hol és mikor lehet majd a finálé? Tervek szerint május vége, június elején a Kisvárdai Várkerti Stadionban lehetne a finálé, de itt a két részvevő egyesülettel is a helyszínen kell majd a pontos időpontot egyeztetni. A Baktoló rendháza már ott van a Magyar Kupa országos főtábláján, milyen úton jutott el a csapat idáig? Ősszel kivehettük új Dombrádot, az előző megyei 2 bajnokát, valamint most a Nagyecsedet sikerült egy 1-1-es mérkőzésen szerdán múlt héten kiejtenünk. Azt gondolom teljesen reálisan alakult ki ez a végeredmény, és teljesen megérdemelten jutottunk tovább. Már csak egy lépés van a vármegyei döntőig, az Újfehértó ellen lép pályára a csapat, milyen esélyekkel? Az Újfehértó meggyőződés a megye első osztály egyik legjobb csapata. Nagyon jó körülmények között, erkölcsanyagi és szakmai körülmények között tudnak felkészülni meccsről meccsre. Volt szerencsém őket többször látni, teljesen más kategóriát képvisel, mint a mostani csapatunk, a nekünk, de meggyőződésem, hogy nem lesz könnyű dolga a vendég Újfehértónak. Volt idő, amikor a Magyar Bajnokság másodosztályában szerepelt a Baktoló Rendháza, Ferencvárostól kezdve a Diógyőrön, Szmarin keresztül fogadott ellenfeleket. Most a megyei másodosztályban szerepel a csapat, milyen körülmények között, milyen célokkal? Ugye mondhatnám, pikírtem, hogy másodosztály, csak ugye valóban nem az, hisz a Fradinál játszottunk 8300 nézőt, vagy Baktán, tehát ugye minden bajnokot fogadtunk, a Vácot megvertük a Fradival 0-0, megvertük a Kecskemétet, tehát ezek komoly csapatok voltak. Ugye most másodosztályon megyé másodosztály, azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem nagy esélyét látom annak, hogy megyei első osztályba üssünk fel, hisz nem olyanok az anyagi körülményeink, amit mondunk, az minden rendben van. Az infrastruktúra létesítmény azt szerintem most is minimum NB3-as, de most ez van, rengeteg hazai, helyi és környékbeli gyerekünk van, fiatalok, 14 utánpótlás csapatunk van, csináljuk a dolgunkat, aztán, hogyha lesz egy olyan keret, ami arra alkalmat ad, de lehetőséget nyújt arra, hogy megye egybe legyünk, majd mikor érezzük ezt a dolgot, akkor majd oda fogunk érni.
3-1-re elveszítette az Újpest elleni párharcot, így a 6. helyen zárt az Ex-ligában a Fátyol Nyíregyháza. A klub vezetése már a következő szezon csapatának építésén dolgozik. Szerettünk volna legalább olyan helyen végezni, mint tavaly, mind a kupában, mind a bajnokságban is. Ugye sajnos nem jött össze itt az utolsó Újpest elleni csatát, nem sikerült sikeresen megvívnunk, főleg az utolsó két meccs lehet fájó, ami nem igazán sikerült. Ugye összességében, hogyha az egész szezon tudom értékelni, én azt gondolom, hogy reális helyen végzett a csapat. Mind az anyagi kondíciónkat figyelembe véve, mind az, hogy nem tudtunk éppen emiatt plusz egy főt igazolni. A január-februári vagy januári időszakban én azt gondolom, hogy ott vagyunk, ahol most ennek a Fátumnak a helye van, viszont azon dolgozunk, hogy ez jövőre ne így legyen, szeretnénk egy kicsit más struktúrában és más koncepcióval nekivágni a következő szezonnak. Ahogy befejeződik egy bajnokság, általában a labdasportokban, csapatjátékokban már kezdik építeni a következő szezont. Mi az, amit biztosan lehet mondani a Tátum Nyíregyházával kapcsolatban? Mi január 31-jel, ahogy lejárt a játékozalási időszak, elkezdtük február 1-től építeni. Amit most be tudok jelenteni, hogy Tóth Fruzsinával a következő két évre szóló együttműködés szerződést kötöttünk, illetve a csapatnak a magját, azokat a játékosokat, zömében magyar játékosokat, akik meghatározóak, természetesen megkerestük. Mindenkivel már írásban vagy szóban, de legtöbbjükkel már papírra is vetettük a megállapodást a következő egy, illetve két évre. Illetve lesz olyan légiósos, aki marad. Egyelőre plusz légiósokat keresünk, akikkel szintén már szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk van. A következő napokban, hetekben pedig be is fogjuk jelenteni őket. Ami biztos, hogy a magyar magot szeretnénk megerősíteni, és azt mondom, hogy miután lesz két magyar érkező még a csapathoz, ez már sikerült is. A klub szezon véget ért, viszont a válogatott szezon most kezdődik, és Nyíregyházi érintettségekkel mind a játékos keretben, mind a szakmai stábban. Természetesen erre büszkék vagyunk, hiszen Tóth Fruzsina, László Alexandra, illetve a vezetőedzőnk Adrián Csilinszky a magyar válogatott tagja, ő ugye másodedzőként, úgyhogy hál' Istennek Szaszi is fölépült a sérüléséből. Fruzsi, én azt gondolom, hogy egész szezonban kirobbanó erőnléti állapotnak örvendett, Adriánra pedig egy más jellegű másodedzői feladat vár, erre a Nyíregyházi, mint város, mint pedig a klub is büszkének kell, hogy legyen. Máté Szalkán rendezték meg a Fényes Kupa úszóversenyt. Az Aktív Magyarország programhoz csatlakozó viadalon mintegy 500 gyerek állt a hajtkőre. Örülünk annak, hogy az MTK 8. szakosztályaként bő 7 évvel ezelőtt a vízisportok szakosztálya megalakult, és ezen belül jelképesen aranycápa elnevezéssel hirdetik magukat. Azt kell mondjam, hogy ezzel a jó pár év alatt rengeteget fejlődtünk, hiszen a babaúszással kezdtünk, aztán az úszás oktatásnak a alapjaival, és B-kategóriás versenyzőik lettek, és most az elmúlt 4 évben már A-kategóriás úszókkal is büszkélkedhettünk, és emellett természetesen az általános iskolák és középiskolák esetében a diákolimpiának aktív résztvevői vagyunk. Úgyhogy kezdem is azzal a sikeres eredménnyel, amit Tóth Ákos ért el legutóbb, hiszen az országos döntőig jutott el a diákolimpián, a megyei diákolimpiát megnyerve 100 méter hátúszásban, és országosan pedig 11. Ez azt gondolom, hogy nagyon előkelő annak tudatában, hogy milyen tradicionális úszóklubok vannak. Emellett Úr Péter neve úgy gondolom nem ismeretlen a Máté Szalkaiak és környékbeliek ismeretében, hiszen Péter is kiváló eredményeket és korosztályos magyar bajnokként ugye a Máté Szalkai MTK aranycápák szakosztályából került ki. Nagyon komoly műhely munka folyik, 3 edző, illetve most már még 2 fiatal is becsatlakozott a utánpótlásnak a palérozásába, és gyakorlatilag napi munkát igénylő feladatok vannak, délelőtt, délutáni edzések is, nyilvánvalóan a A-kategóriás és a kiemelkedően szereplő B-kategóriás versenyzőknek. Örülünk annak, hogy emellett még együtt tudunk dolgozni iskolákkal, hiszen a mindennapos testnevelés kapcsán az úszásoktatás ugye minden iskolának zászlós hajórájára van tűzve a testnevelés tantárgyon belül, így aztán merítési lehetőségeink vannak. És hát külön öröm számunkra, hogy ilyen nívós versenyeket rendezhetünk, hiszen nem ez az egyetlen. Viszont ami különlegességet jelzi ennek a versenynek, hogy most megyén kívüli csapatok is elfogadták a meghívásunkat, így aztán a szokásos körben a Vásárosnamény, a Fehérgyarmat, az Újfehértó, a Nyíregyháza, a Záhony mellett most Szerencs csapatát, illetve klubját, és a hajdúszoboszlói, hajdúmegyei csapatot is tudjuk itt üdvözölni. Én nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag a Vármegyén belül is ilyen szoros kapcsolat alakul ki, hiszen akár a versenybizottságot, akár a szervezés tekintetében a Nyírváltó
doktoriak kiemelkedő munkát végeznek minden helyszínen, természetesen karöltve mindig a helyiekkel, úgyhogy az Aranysárkány díjasének külön szeretném megköszönni a megyei rendezésben betöltött fontos szerepüket. Professzionális verseny, akár egy magyar úszóbajnoksághoz, bármelyik OB-hoz hasonlíthatóan próbálják a hátteret biztosítani a verseny lebonyításához. Ennek megfelelően komolyan is veszik a sportolók, a legkisebbek is, a 6 évesek is, ugye akikkel kezdtük a mai versenyt, és természetesen a legnagyobbok, a 18 éveseknél már ez komoly presztízs jelent, hogy ki milyen helyen végez. Ennek a versenynek ugye részben a lényeg is, hogy az aktív Magyarországhoz becsatlakozva 500 métert le kell úszni, hát nem 500 métert fognak az úszók úszni, hanem jóval többet ennél. Több mint 500 olyan úszószám fog itt lebonyolódni, nyilván egyénre lebontva, ami ezt a fajta feltételeit ennek a mai napnak kielégíti, és hát nem utolsó sorban, amellett, hogy a gyerekek egészsége természetesen biztosított, a vízhez való szoktatásuk, a sportoláshoz, a mindennapi mozgáshoz való szoktatásuknak egy lépcsőfoka lehet ez az úszás oktatás is, az úszás tanulás is, és a versenyzés is, úgyhogy úgy gondolom minden igényt és a szülők megelégedésére, mert itt azért láthatjuk, hogy amennyi versenyző van, annak a duplája, aki elkísérte őket és szurkolnak, kezük izzadva és az ökünket a levegőbe csapva próbálják buzdítani a gyermekeiket. 7. alkalommal rendezték meg Nyírbátorban a Centrum Futsal országos döntőjét. A 12 csapatos viadalon a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola csapata bizonyult a legjobbnak. Amikor elkezdtük 7 évvel ezelőtt ezt a programot szervezni, hát eszembe nem jutott volna, hogy 7 alkalmat megérünk, és hiába valóban, ahogy a igazgató asszony a beköszöntőjében is mondta, hogy azért volt itt minden, ami nem segítette a szervezést és a munkánkat, de ebben az évben is több mint 100 csapat nevezett, és csak hogy az arányokat is helyre tudjuk tenni. A szakképzési centrumok rendszerében közel 360 iskola van, és ennek az egyharmada az nevezett a mi rendezvényünkre is. Közel 120 iskola képviseletében van most az a 10%, az a 12, aki az országos döntőt vívja. Tehát csupa jó érzés van az emberben, mert már 7. alkalommal láthatjuk vendégül az ország minden tájáról érkező csapatokat. Ugyanaz a hangulat és ugyanaz a baráti együttlét az 7 éve már megtapasztalható, sőt azt kell mondjam, hogy erősödik is. És hát van egy unikum ebben a történetben, mert a győri bercsényisek, a bercsényi ördögök azok eddig minden évben ki tudták arcolni a döntőbe jutást, és ők az a csapat, akire tudunk mutogatni, hogy megéri készülni, megéri az energiabefektetést, mert egy szerintem jó hangulatú 2 nap várja őket itt a egzotikus Távol-Keleten. Mi lehet a sikernek a kulcsa, hogy ennyien jelentkeznek erre a versenyre? Hát azt gondolom, hogy a játék, a labda, és az, hogy a magyar labdarúgás jelenleg azért mutat olyan oroszlán körmöket, hogy odafigyelnek rá nemzetközileg is, ez óvatatlanul kihat mondjuk a társadalom egyéb rétegeire, az intézményi sportra is, gondolom ez az egyik lehetőség. A másik pedig, megint csak nem a dicsekvés miatt, de a centrumok rendszerében a szakmasztár kivételével ez az egyetlen olyan szervezett rendezvény, ahol minden iskolát megszólítunk, tehát az ország minden táján, minden szegletében meglévő iskolákat meg tudjuk szólítani, illetve várjuk a nevezésüket. És a sport mellett az ide látogatók, vagy akik részt vesznek ezen a versenyen, azért többet is kapnak a sport szeretetétől. Miket? Egyrészt azt a vendégszeretetet, azt a milliót, amivel a nyírbátori kollégák, az itteni betlentes kollégák már az első perctől kezdve szervezik és intézik ennek a rendezvénynek az ügyes-bajos dolgait. Egy olyan baráti, és azt gondolom, hogy több is, mint baráti csapat alakult ki a közösségen belül, akik szívügyüknek tekintik ezt a rendezvényt. Ez nem egy kötelező feladat, ezt nem lehet főnöki utasításra csinálni, és ez szerintem a vendégeinknek is átjön, mert az itteni rendezők, szerintem ők az egyik, az előző kérdéshez is kapcsolódva, az egyik bizonyítéka, vagy letéteményesei annak, hogy ez 7. alkalommal is működhet, hogy mindig vannak és 100 fölötti jelentkezők erre a rendezvényre. Ez a történet így áll össze, egy szeretetteljes vendégség, egy magas színvonalú szervezés, minden, amely a kiszolgálást
tekintetében itt megfigyelhető. Ezt a vendégeink elmondják évente minden alkalommal, hogy az országos diákolimpiai és egyéb rendezvényeket magasan felülmúljuk. Mi ezt szeretnénk. Vannak szponzoraink, támogatóink, vállalkozások, akik szintén egyetértenek azzal az elképzeléssel, hogy itt, ahogy Minari Kede mondta, hogy kell egy csapat. Hát nekünk is van egy ilyen csapatunk, itt Nyírbátorban, a Betlemben, akik évről évre oda teszik magukat, és ezt a rendezvényt egészen magas színvonalon meg tudják szervezni. Játékszabályok tekintetében volt-e valami változást, illetve milyen szabályok vannak most érvényben? Minden, ami folyamat, az természetesen változik. Az első alkalommal, amikor az első futsal döntőt szerveztük, akkor a büszkén hangoztattam, hogy az a célunk, hogy az iskolai testnevelésben résztvevők, akik nem igazoltak, akiknek nincs lehetőségük versenyszerű megméretetésre, azoknak biztosítsunk teret, adjunk lehetőséget egy ilyen országos rendezvény keretében. Aztán jött a Tahó, minden gyerekből, minden tanulónkból igazolt játékos lett, köszönhetően a labdarúgó tehetségeknek, és ehhez nekünk is alkalmazkodni, igazodni kellett. Mindig apránként engedtük be a úgynevezett profikat a rendszerbe, hogy most egyszer a pályán csak ketten lehetnek. Aztán ebben az évben úgy döntöttünk, hogy engedjük el a játék, az sokkal többet ér a játék szabadsága annál, hogy most kollégáink hónapokon keresztül MLS adatbázisokat böngészenek, hogy Z. István vagy P. József az most igazolt játékos, mi vagy, Röcsögén vagy nem. Ezáltal egy kicsit úgymond oldottabb és magasabb színvonalon lett a játék is. Május 1-én szerdán ismét várják a sportolni vágyókat Nyíregyházán, a Continental Arena parkolójába. Ekkor rendezik meg ugyanis a Fitváros elnevezésű sportnapot. Reméljük, hogy egyre fittebb a város, hogyha azokat a rendezvényeket nézzük, amelyek sporttal foglalkoznak, és legfőképpen tömegsporttal. Elsősorban a széles társadalmi réteget megszólító rendezvényekre gondolok, akkor azt lehet mondani, hogy egyre többen vannak, akik a szabadidősportot választják. Itt a sportcentrumon belül nyilván ez egy kettős dolog, mert vannak komoly versenyzők, vannak olyan utánpótláskorú emberek, akik a komoly sport felé tolódnak el, de ez a rendezvény az elsősorban azoknak a családoknak, fiatalabbaknak, idősebbeknek is szól, akik szeretnének egy napot kellemesen, laza sportolással, szétnézve a sportcentrumba, megismerkedve annak a lehetőségével eltölteni. Úgyhogy remélem, hogy legalább annyian lesznek, mint tavaly. Ez nagyon jó sikerült ez a rendezvény, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 1-én itt a sportcentrumban. És ha minden igaz, nem csak szárazon, hanem vizen is kipróbálhatják majd magukat, akik ide jönnek erre a rendezvényre. Igen, így van, az úszoda nyitva lesz, és várja az úszásnak a szerelmeseit, hogy így fogalmazzam. Ott viszont azért annyira felhívnám a látogatóknak a figyelmét, hogy az úszodának a szabályait, a medence telítettségét, és mindent, amit nyilván, hogy az ember belép egy úszodába, azt azért figyelembe kell venni. Úgyhogy ha esetlegesen nagy zsúfoltság lenne, akkor türelmét kérjük mindenkinek. Május 1-én a Fitváros kapcsán lehet azt mondani, hogy egy globális sporttelepé változik a Continental Arena, az úszoda, a parkolók és a környéke. Mikre számíthatnak azok, akik kilátogatnak majd erre a mondhatni sportnapra? Nyilvánvaló, hogy akik tavaly már itt voltak az első alkalommal megrendezett Fitváros programon, azok már nagyjából képet kaptak arról, hogy mire számíthatnak, de hát mi nyilván meg szeretnénk ezt még fűszerezni rengeteg új élményellemmel, paintballal, továbbra is itt lesz a extra trampája, az összes szakágnak a sportolói bemutatója, Médény Nyíregyháza, és rengeteg olyan meglepetés, ahol tényleg egy közösségi teret fogunk varázsolni ezekből a sportlétesítményekből. Ez egy szabadidős rendezvény, de ha minden igaz, nem marad el a versengés sem. Két versenyt fogunk hirdetni, egyrészt a szakágainknak a versenyét. Tavaly vérre menő csatákat vívtak a szakágak, emlékeim szerint a kardozók nyertek tavaly. Idén nyilván rengeteg kihívója van ennek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nemes verseny lesz. Az extratron pályán fognak végigmenni természetesen időre a csapatok, és a városrészek bajnoksága is természetesen itt lesz. Tavaly is nagyon nagy sikere volt, én bízom benne, hogy idén is az lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. A viszontlátásra.
Thank you.